A folytatásban is köszöntöm a kedves nézőket. Karcag Csépa mérkőzés. A Karcag TV képernyőjén a szünetben 2-0-ra vezetünk. Határozott, magabiztos, jó focival. Egy szőke és egy erdei góllal. A szünetben nem történt csere egyik oldalon sem. Hiába küldte el tehát Orosz István melegíteni Nagy Istvánt. Még az első fél időben lehet, hogy az a gólpassz előtti passz megmentette Kátót játékát. És egyelőre ott van ő is a második fél időben. Hát egyelőre úgy néz ki, könnyen érvényesülhet az a fajta papírforma és a két csapat múltja. Mi szerint itthon bizonyosan meg fogjuk verni a Csépát. 6 győzelmünk van 6 mérkőzésen a csépaiak ellen, ráadásul 37-5-ös gólkülönbségünk. Egészen imponáló teljesítmény. De hát amúgy is, amilyen meccseket Csépa ellen szoktunk játszani, a legutóbbi 13 találkozóból 9-et megnyertünk, a csépaiak pedig csak egyszer tudtak nyerni, 52 gólt rúgtunk ellenük 11 kapott ellenében. Kijelenthetjük tehát, hogy azért mi elég nagy mumusa vagyunk a csépai csapatnak. Fülöp a szabadrugással, jön be Lényesi és öklöz, Rózsa pedig inkább kihúzza oldalra. Nyugodtan följebb léphetünk Kátót. Szerel, aztán pedig a lábához kap. Nem lenne szerencsés, ha megsérülne a fiatal játékos. Talán a száját, torkát fájlalja. Lehet, hogy oda kapott egyet. Nem volt kint, mehet tovább. Oberna egy pillanatra kinézett ő is az asszisztensre. Már Varga. Erdei. Remek gólt rugott. Nagy kedvel játszik Tibi. Oberna. Ő is keresi a lövő pozíciót, nem találta meg. Aztán nem volt jó a passz. Igen, jó szellemben kezd a Csépa a második fél időben. Egy gyors góllal szeretnének visszajönni a meccsbe. Kirúgás lesz majd. A Gócsi szép lassan odaballag a melegítő játékosokhoz. Ő alig ha fog beállni. Nagy kirúgás, kicsit a szél is nehezíti most Belényesi dolgát. Stein bent tartja, de csak a karcagiaknak. A játékvezető azt mondja, hogy a csépaiak dobhatnak. Kicsit furcsa ítélet. Pap! Hú,
Kubai. Fölpörgeti, nem így akarta. Nem tudjuk megkaparintani most. Balog, kőkemény volt, kicsit talpalt. Mehet azonban a támadás. Hamar egyedül vezeti a kontrát, bevárja a társakat. Rózsa most érkezik, nem sikerül visszatenni Hamar elé. Nem lett volna buta elképzelés. A kivitelezésbe csúszott, csak hiba. Paperik. Jó labda be a védők mögé. Aztán ő is elkönyveli, hogy hát csak egy hajszálon múlott. A szabad így fogalmazni, rajta még látszik, hogy régi motoros futballista, nadrágba tűrt pólóban. A régi idők lelkesedésével. Sokszor elhangzik, hogy hát azért a mai fiatalok már nem olyanok, mint a régiek. Kellenek még az ilyen vezérek a pályára, mint amilyen Pap, vagy például Orosz is. Német, remek szerelés. Határ aztán nagyon csúnyán rácsúszik. Játékvezető azt mondja, hogy tessék fölkelni. Nem volt azért egy szép megmozdulás Határ Attilától. Orosz, rövid labda, Kátót meg nem mozgott érte. Utána azonban majdnem megszerzi. Urbán Szabó. Varga, azt hittem lövés lesz, aztán inkább passzol, Stein picit lemarad róla. Aztán használhatatlanul dobja vissza. Szijjártó jönne, de Kátót lelopja a lábáról. Most egy gyors karcagi támadás indulhat, úgy néz ki, úgy jött ki a csépa a második félidőről, hogy bizony nem tesznek le a pontszerzésről. Így azonban hátul könnyen föllazulhatnak Erdei, Tanári Csel. A beadás pontatlan. Kátót, begyűri oda a labdát a védő közé, volt egy apró lökés. Lenn is marad a földön. Most rúgja ki Mile. Hát Szajolban is 4-2-es hátrányból fordított a csépa, szóval az, hogy két gólos for van, még nem jelenti azt, hogy letesznek a pontszerzésről. De egyébként, aki ránéz a csépa többi mérkőzésére, azt mondta, hogy hát ez gyakorlatilag a hihetetlen kategória, hogy azt a találkozót beúzták. Annak csúnya, fájó vereségek. Ráadásul ugye Kungsen Márton elleni nagyobb rangadót hazai pályán veszítették el. Urbán Szabó. Balog. Hamar. Egyel tovább fejeli. Fülöp. Ott pattog még, nem tudjuk most megszelídíteni. Varga, ő meg lő egyet. Könnyed védés Belényesitől. Hát legutóbb Füred ellen jóval több dolga volt. Alig ha panaszkodik, hogy ma teljesen jól zár előtte a védelem. Még ilyen fölforgatott összeállításban is. Már azért a csépaiak annyira nem teszik próbára együttesünket. Oberna, na majd talán most. Határ megáll. Néha mintha egy-két hangos szó és feszekedés is megjelenne a csépai csapaton belül. Így nehéz lehet visszajönni. Szívós. Szőke, nagyon jó labda Hamarnak. Most a lövés.
fölé mellé. Megnézte magának hamar a rövid fölsőt, és kis hián oda is tette. Nem sokat hibázott, de hibázott. Kupai. Pókfoci kap egyet a sípcsontjára, és aztán nagyon fogja a fejét. Összerúgtak. Remélhetőleg nem sérülnek meg. Szijjártó, valamint Kupai sem. Most már mind a ketten talpon. De mindkettőjüknek nagyon fáj. Összeszedték azért magukat. Sárkány Attila a pad mellől oda sétál Vargához, ad egy-két instrukciót. Karcagi bedobást. Most már azonban újra a kis pattól nézi. Szijjártó viszont könnyen lehet, hogy nem tudja majd folytatni. Csere lesz. Ő húzta a rövidebbet a Kupaival való összecsapásból. Szőke József jön majd a helyére. Kupai frissít. Szijjártó leballag. Szőke pedig érkezik. Ez a Szőke vajon lesz olyan eredményes, mint a karcagi? Megvan a stopli. Szőke pedig bekocog a pályára. 17 esztendős focista mindössze, szinte gyerek. Nyáron érkezett Tiszaföldvárról. Ez a harmadik pályára lépése a csapatban. Valamennyiszer csereként lépett pályára. És ez a kényszerű váltás bizony szerkezeti változtatásokkal jár. Szőke ugyanis igencsak magas. Ahogy odaáll német Mihály mellé, legalább egy fej van köztük. Előre centerbe érkezik, és Hubai az, aki bal hátvédben folytatja. Újabb szabálytalanságot fúj a játékvezető Kupainak, meg kioszt egy sárga lapot. Alig ha ezért, sokkal inkább azért, mert Kupainál már jó néhányszor kellett csípolni. Övé az első figyelmeztetés a mérkőzésem. Kupai is szépen lassan szedi össze magát. Ma negyedik alkalommal kezd a bajnokságban. Ez a néhány év még mindenképpen kellene ahhoz, hogy őszre újra majd olyan formába lendüljön, amilyenben ő játszott. Urbán picit mozgott a labda, nem fújja azonban vissza Kocsondi játékvezető. Német, Szőke leválik róla, Balog viszont haza tudja adni. Belényesi higgadt megoldás. Balog talpa alatt elcsúszik. Jöhet majd a csépai bedobás.
Pap. Szívós. Hosszú indítás, Modla kint kóvályog 25 méterre a kaputól. Lehet szeret Bayern meccseket nézni, és Manuel Neuer iklette őt meg. Rózsa nem vesz észre hamar, csak most. Újabb zicser hamar előtt. Most is elrontja. Most legalább már eltalálja a kaput. Vagy a kapust. Még szögletet sem sikerül kiharcolni. Sok-sok helyzetet puskázunk el. Remélem nem bosszulja ez meg magát. Hamar megint. Gyenge centerezés. Német pocakkal szelídíti meg. Szőke aztán tovább megy, csinál egy cselt. Összerugni sem tudják a lábát. Oberna. Még mindig ő lassan most már lövőhelyzetben. Orosz áll bele. Határ pedig még. Megtartja a vonal előtt. Orosz nagyon mérges. Elsősorban hamarra. Az elrontott helyzet után. Még csak most ért vissza védekezni. Kátót. Erdei. Jön be Lényesi. És az övé. Egy óra játék, a második félidőben még nincs gól. 2-0 az állás. Steinront. Rózsa, ez az övé lesz. Nagyon jó a csel pap mellett. 3-2 ellen most már. Szőkének ment a passz. Szőke ellépi. Most a lövés. Kapu fölé. Kis ilyen egy bajnokságot meg lehet nyerni annyi helyzettel, amennyit ma itt már elrontottunk. A koncentráció. Azért az a 14-0-ás rekord, amit említettem az első félidőben, nincs veszélyben ma. De jobban megszorhatnánk ellenfelünket. Stein. Egyébként bőven megszoktuk, volt már itt Karcagon 5-1, 4-1, 4-0 is a 7-2-n és a 14-0-on túl. Most egyelőre 2-nél megállni látszunk, és nem azért, mert ne lennének helyzeteink, hanem mert valahogy az értékesítés az már erősen hibázik. Szőke megint 3-2-be, lassan kezd elfogyni az erejével. A csépai csapat most pöcköl, Szőke. Ez Modláé lesz. Mint hogyha valóban egy picit fáradtabb lenne már a fejérmezes csapat. Fejben mi sem vagyunk a toppon. Erdei. Erdei még. Így róla megy ki. Modla jöhet kirúgással. Ő is 2014 óta van itt. Játszott korábban a Szolnoki Mávnál. Jászapátiban is, magasabb osztályokban. Szívós. Orosz. Kupai. Nem sikerül kibújni. Elveszíti. Most a fehérek vannak többen. Oberna, ő sem passzol. Kiharcol azonban egy szabad rugást. Ez veszélyes lehet. Varga és Kupai magánszáma. M
mehet tovább a meccs. Szabadrugással. Ez most egy komoly szépítési lehetőség. Állítgatja is a sorfalat, belényesi. Határ a labda mögött. Négy tagú a sorfal. Hát, hogy Varga lövi el, ő bizony, és egy nagyon nagy gól a bal alsóba. Nyíl egyenesen. Talán védhetetlenül. Remek találat. 2-1-re módosul az állás. Ébresztőt kell fújni a karcagiaknál, nem elég 3-2-be a védelemre vezetni a támadásokat. Jó lenne góllal is befejezni, ugyanis 2-1-nél bizony még bármi lehet. Nagyon szép szabadrugás gól volt. Erdei! Kátót. Orosz. Erdei lép vissza. Most a tekerés. Kupai. Pap menti meg. Na, végig beszélgetések elcsendesültek a lelátón 2-1-nél. Mindenki inkább aggódik. Fejben újra föl kell pörögni. Az első fél időben volt egy időszak, amikor a szögleteket, most a bedobásokat gyűjtögetjük. Most el is végezzük. Szőke. Lerántották. Még kívül a 16-oson. Nem olyan jó szögből, mint ahonnan a csépaiak rúghattak. De azért ez is egy gólszerzési lehetőség lesz. És ha már áll a játék, akkor cserélünk is. Csak akkor, ha Kocsondi Bálint észreveszi a dolgot. Majd a szabadrugás után Rózsa és Szívós a labda mögött. Rózsa lő, Modla boxol. Pont oda ment, ahol állt a kapus. Kátót. Újra a háló őré. Oberna kapja. Fülöp. Határ. Van önbizalom. Nem sikerül azonban eltalálnia a kaput. És akkor most a csere. Kátót jön le a pályáról. A második gól előtt remek labdát adott a végül gólpasszt jegyző Szőkének. A nézőket pedig Rózsa csapja be. Nem ő a lecserélt játékos.
Ő csak inni kér. Nagy pedig már robotol a helyére. Kunhegyesen beállását követő egy percben gólpaszt adott Rózsának. Ma is jöhetne egy ilyesmi. Bement, már mint a pályára, úgyhogy így nem ismételhetjük meg a dobást. A csípaiak viszont dobnak. A paperik. Pap. Nincs könnyű sorsolása a csépának. Ők vannak most benne ebbe a nagy négyes sorozatban a bajnokság első négy helyezettje ellen. Jövő héten majd otthon játszanak Törökszent Miklóssal. Aztán pedig Kunhegyes, Turkeve, valamint Jászárok szállás. A bajnokság vége. Oberna lő! Sikerül felszabadítani, de még mindig ott van a lehetőség. Hubai. Szóval keményhettek jönnek Csépán. Egyedül a Kunhegyes elleni meccs az, amikor talán borítékolható lehet a győzelem, de egy kiesés elől menekülő csapat ellen mindig kutya kemény pályára lépni. A többiek pedig mind-mind az élboly csapatai. De hát a Csépa is oda kívánkozik. Volt már rá példa egyébként, hogy igencsak jó bajnoki szereplést produkáltak. Voltak másodikok, illetve harmadikok is a megyei bajnokságban. Ebben a szezonban alig, hanem a középmezőny lesz a vége. Sokkal gyengébb egyébként a bajnokság, mint tavaly legalábbis. Az első helyezett teljesítményét, illetve tavaly 70 pont fölött volt az első ennyi kör után, most 50-nel is lehet vezetni. Erdei lő! A kapus öklöz ismét, most egy picit azért, mintha elszámolta magát Modla. Elcsúszott egy picit. Fülöp! Nagyon szaporáz a Stein. Ami aztán a labdája, Rózsa. Most passzol, már elég fáradtnak tűnik Rózsa István. Nagy azonban még mindig előre. Jó összjáték most, Erdei. Rózsának a passz, még mindig ott nincs 11-es. Pedig minthogyha kapott volna egyet a lábára. Határ, belép a védők mögé, és most a lövés, Oberna! Kiegyenlít a Csépa, és nem Oberna a gólszerző, hanem a csereként beálló Szőke József. Hideg zuhany a második félidőben a karcagi csapatnak. És Rózsa még mindig azt kéri számon, hogy a támadást megelőzően nem kellett volna 11-est kapjon a karcagi együttes. Na és most bánhatjuk igazán azt a sok-sok elpuskázott sanszot. Szőkének pedig megvan az első gólja csépai színekben. A karcagi és a csépai Szőke is eredményes tehát a meccsen. Erdeit rúgják fejbe. Nagy bajban most a csapat, mert erre alig ha számítottunk 2-0-ás fél időnél. Szokták mondani, hogy az a legveszélyesebb eredmény, elaltathatja a vezető csapatot, de még nem akkora hátrány, hogy ne lehessen ledolgozni.
Egyelőre ezt teszik a vendégek. Bő negyed óra van még hátra a meccsből. Hamar szabadrugás. Vodla biztos kezekkel. Belényesi. Orosz összejátszik a kapusával. Balog. Szívós. Kupai top 6. Rózsa. Elveszik tőle. És most bizony lendületbe kerül a csépa, és följönnek, talán el is hiszik, hogy ebből egy pontnál is több lehet Karcagon. Egy vereségünk van hazai pályán a bajnokságban. Szajol tudott innen 3 ponttal távozni. Csépa megkísérelheti ezt a meccs hajrájában. Balog. Nagy. Nagyon mély a beadás. Kapu mögött köt ki a labda. Erdei már menne ki Unorra, aki azonban ott a 16-oson belül ér hozzá. Meg kell ismételni majd a kirúgást. Ubai Unor volt, aki idő előtt lekezelte. Most nem is fogja megkapni, mindenkit fölküld a portás. Oberna. Stein. A karcagiaké a labda. Orosz. Nekünk egy kicsit könnyebb lesz a bajnokság vége, legalábbis a tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve. Ubai kap közben egy sárgát, teljesen jogosan erdei legyalulásáért. Szóval a következő hetekben, egy hónapban a jászárokszállás, a jászfényszorú, a kisújszállás, valamint a Tiszaföldvár lesz még az ellenfelünk. A jövő héten rögtön az a JVS-e, amellyel egyetemben a legkevesebb vereséget szenvedtük el a bajnokságban, mindössze 4-et. Az egy nagyon kemény párharc lesz. Szőke kedvet kapott a góljától, nem passzol most határnak, elnézést is kell kérnie. Mi nekünk meg ki kellene rugni. Közben a játékvezető kioszt egy lapot, megkésve. Félpályánál történt szabálytalanság miatt. Nem tudom őszintén, hogy németnek vagy pedig orosznak mutatta-e föl, de mivel német megy oda elnézést kérni Obernához, alig hanem Misi kapta. Ez pedig azt jelenti, hogy az előbb említett jászárokszállási derbit biztosan német Mihály nélkül rendezik majd meg. Ugyanis eltiltott lesz. Orosz. Erdei. Jó megoldás. Szívós. Erdei.
Most jönne a beadás. Odláé. Az utolsó passzok, az utolsó megoldások azok, amik nem jönnek ma. Pedig milyen szép gól volt az a második, amit szereztünk. Meg hát az elsőbe sem volt semmi bal, nagyon jól játszottuk meg Szőkét akkor. Ezek kellenének. Határ! Jócskán mellélő, azt mutatja, hogy lökték. Vehemesen gesztikulál a játékvezető felé. Erdei! Jobb külsővel, jó labda a Kupai. Nagyon oda viszi, nagyon ketten már rajta. És aztán meg egy rossz passzal még el is feszítjük a labdát. Pap! Szőke lecsap rá. Határ, nagyon gyorsak a csépai csatárok. Határ, nem passzol, csak most. Szőke elől meg orosz. Hál' Istennek a csépaiak is hasonló szerencsétlenkedést produkálnak egy-egy ilyen ellentámadásnál, mint a miénk. A kapu előtti bizonytalanság. Szőke jön le a pályáról, a vezető gólunk szerzője, az első találatjegyzője, utána pedig egy gólpaszt is kiosztott Robi, Kupai Dániel a helyén. Nem nagyon maradt csatár a pályán. Ez egy csapat cserél, 12-es Neszlávó Szőke Robert helyére, 16-os. És hát most eshet szó arról, hogy mennyire hiányzik Bukowski vagy Balog József. Balog Csaba van, és lebirkózza Steint. Csépai szabadrugás lesz. Rakoncás asszisztens intése alapján. Paperik fogja majd elvégezni a szabadrugást. Belényesi a vonalon várja. Pap! Jó az. Szívós fejéről pattan ki. Varga egyből visszaküldi. Nem baj, hogy nem talált kaput. A szabadrugás gól szerzője kísérletezett újra. Kupai. Jó labda kezelés. Visszahúzza aztán egy kicsit papot, de már Paperik talpalását fújja a játékvezető. Balog. Csépaiak dobnak majd. Hát erre nem nagyon számítottunk. Hosszú idő után most fordulhat elő az, hogy a Csépa pontot szerez Karcagon. Nem volt azért ez egy jellemzés. Közel sem biztos még, de ilyen közel is nagyon régen jártak már hozzá. Nagy! Rózsa sarokkal próbálta megjátszani. Lekapcsolták. Stein fejel bele. Fülöp. Ez Belényesié lesz.
Rózsa. Egy embert ott hagy Rózsa, aztán pedig Pap érkezik és szerel. Kivágja a bokorba Paperik. Balog. Izgalmas végjáték. Lehet még ebből. Négy gólt láthattak a kedves nézők. Ezt egyébként megszokhattuk itt a Liget úton. Kupait megkerüli közben Fülöp. Végig azt nézi, hogy hol a Karcagi. A beadás sem volt rossz, elmegy azonban határfeje fölött. Sikerül még begyűjteni, nem passzol, kicsit önző. Ez lehet a veszte ennek a támadásnak. Így bizony, ha tette volna Steinnek, könnyen lövő helyzetbe kerülhetett volna a csépa. Kellett ez a kisebb önzőség. Nagy lép oda keményen Hubainak. Mindkét oldalon sok a hiba a kapu előtt. Nem jut el Obernáig, így viszont a fehéreknél marad Varga. Fülöp, jó összjáték, Balog bezár, és ő az, aki kirúgja szögletre. Öt perc környéke, ennyi van még hátra a meccsből. Nem kapkodnak a csépaiak. A szünetben talán ők sem gondolták, hogy lehet még ez 2-2, és most úgy néz ki, hogy mindenképp megpróbálják megbecsülni. Pap! Német csúsztatja ki. Stein! Oberna! Pontatlan megoldás. Papot visszavárják védekezni. Belényesi. Pap egy kicsit kilöki a labda alól Kupait. Mindenkinek menni kell föl. Német fogja majd fölrúgni a labdát. Egy fejes van. Német nem hagyta orosznak. Balog. Határ. Azt kell mondanom, hogy közelebb van a csépa ahhoz, hogy bevigye a győztes gólt, mint a karcagi együttes. Oberna. Most sarokkal vissza határnak. Beleállunk. Jó volt a blokk Kupai Dánieltől. Arga, remek labdakezelés. Hamar, most Erdei. Gyenge megoldás Szívóstól. Szétszakad a pálya, könnyűszerrel mennek át a csapatok a középpályán. Pap! Nagyon belekapaszkodik. Nagy, így sem tud mit kezdeni vele, lehet, hogy utólag sárga lapot ezért a belekapaszkodásért kaphat. Fülöp meglő, Belényesi véd. Az őszi 2-2 után könnyen lehet, hogy ma is osztozkodnak a ponton a csapatok. Oberna. Fülöp. Ő is tovább teszi. Most a lövés. Újfent Belényesi hárít. Öt kulcsemberét is nélkülözi Orosz István a mai napon. És azért a végére, mintha elfáradtunk volna. Még egy karcagi bedobás.
Kupai. Hamar elfekteti az emberét. Most a beadás, nem talál kékmezest. Német oda ajándékozza Obernának, ő pedig futtatná határt. Orosz István szedi le. Mindkét együttes szurkolói igen csak szeretnék magukénak tudni a leendő győztes gólt. Erdei, nagyon gyenge kísérlet. Modla, ő még bízott abban, hogy elmehet egy támadás a játékvezető, azonban úgy dönt, hogy ennyi a vége. A szünetben még 2-0-ra vezetett a karcagi csapat a Csépa elleni mérkőzésen. A 40. perc környékén Szőke Róbert egy szép támadás végén nem hibázott Zitzert, majd 4 percre rá Erdei szintén egy tetszetős akció után megduplázta a karcagi csapat előnyét, és ekkor minden úgy tűnt, hogy öröm és boldogság a Liget úton, itt nem lehet gond. Viszont a felforgatott csapatunk nem bírta el, hogy a második fél időben Csépa úgy jött ki, hogy legalább egy pontot magáénak szeretne tudni. Ráadásul kontratámadásaink befejezése rendre hívára futott. Újra és újra elpasszoltuk döntő szituációkban a labdát. Ez pedig megbosszulta magát. Néhány zicsert kiadtunk, kapufát is szereztünk. A csépaiak azonban nem adták könnyen magukat, és egy Varga Mihály szabadrugás góllal visszajöttek a meccsbe. Még mindig ott nincs 11-es. Hogy aztán pedig minthogyha hajrához közeledve egy rózsára be nem fújt 11-est követő akcióból a cserekén beálló Szőke József kiegyenlítse a találkozót. Határ, 2-2 a védők mögé, és most a lövés Oberna! Könnyen lehet, kiegyenlít, hogy a most elhullajtott két nem... pont még nagyon fájó lesz a karcagi csapatnak a végén. Nem sikerül megverni a 2015-16-os bajnokságban Csépát. Karcagon 2-2-re végeznek a felek. Csanád István operatőr kollégám nevében is köszönöm 90 percen tartó megtisztelő figyelmüket. Halmai Mártont hallották, viszontlátásra, viszonthallásra. Elsőként csapatunk vezetőedzője Orosz Istvánnal beszélgetünk. Pisti, hát egyfél időn át talán minden úgy alakult, ahogy elképzelhetitek, aztán a másodikba jött a hideg zuhany, hogy értékeled a találkozót. Hát kicsit szomorú vagyok tényleg, hogy az első fél időben el kellett volna dönteni a mérkőzést. Legalább jött, ja, a gólunk mellett legalább jött olyan 100%-os helyzetünk volt, amit be kellett volna passzolni. Én azt mondom, még a második fél idő elején is, hogyha jó döntéseket hozunk, akkor még ott is a második fél idő elejében legalább 3-4 olyan gólhelyzeti lehetőségünk volt, amit azt is gólra kellett volna váltani. És utána azt mondom, hogy elfogytunk sajnos erőbe. Nem volt egy nagy iramú mérkőzés, de sajnos pont 11-en voltunk, két ifistát úgy kellett úgymond felkérnem. Abban a kezdőjátékosomból legalább 6 heti egyedzésre tud járni, vagy nem is nagyon edzett, úgyhogy ez törvényszerű volt, hogy egy ilyen meleg, vagy melegbe el fogunk fogyni. Én vártam is, hogy mikor fogunk elfogyni, sajnos elég hamar tudott élni a Csépa ezzel a lehetőséggel, és utána már teljesen átjáróház volt az utolsó 20 perc, fél óra. Hát sajnos a 2-2-vel meg kell elégednünk. 5 kulcsjátékosodat is nélkülözted, mit tudhatunk róluk? Hát sajnos Vargazolika még mindig el van tiltva. Csabi megsérült, szalagjai megnyúltak, szerintem már ebben a szezonban nem is fog részt venni. Kocsis Jani még mindig sérült, Babáról nem tudok semmit, nem jelentkezett 3 napja, és még Dani. Bukowski Dani, neki meg munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Hát sajnos ez az amatőr, úgymond amatőr futball, hogy aki ráér, az tud jönni, és így kell összeállítani a csapatot. Az itt elhullajtott 2 pont igen fontos lent még a végjátékban. Sokan úgy gondolják, hogy ma akár a dobogó is elúszhatott. Ezzel hogy állsz?
Hát mi sose fogjuk feladni, még van 5 mérkőzés, és minden, vagyis 4 mérkőzés maradt, mindent meg fogunk tenni, hogy minél közelebb kerüljünk a dobogóhoz. Én úgy érzem, hogy ez a döntetlennel szerintem az első hely biztos, hogy elúszott, de a dobogóra szerintem még van esélyünk. Van 4 kemény mérkőzés, sajnos már most jönnek a sérülések, jönnek az eltiltások, úgyhogy már most tudjuk, hogy jövő héten Misi nem lesz, Német Misi, Szőke Rubi sajnos Erdélybe fog utazni, ő megint nem lehet rá számítani. Bízunk benne, hogy a sérültek vagy az eltiltottak visszajönnek, tudnak vállalni, tudják vállalni a játékot, és bízunk benne, hogy azért mindenki egészséges marad. Orosz Istvánnak köszönjük szépen, és eredményes folytatást kívánunk. Köszönjük szépen. Épp a jó oldalról Sárkány Attilával beszélgetünk a következő percekben. Az első félidő 2 gólos hátrány után sikerült 1 ponttal távozni Karcagról. Hogy értékelje látottakat? Összességében, megvan őszintén, felemás érzéseim vannak a játékkal kapcsolatosan. Első fél időben, az első fél órában azt mondom, hogy úgy futbolosztunk, ahogy listára. Itt Karcagon kell. Tehát visszaállva, szervezetten odafigyeltünk a védekezésre. Aztán volt egy kis megingásunk, nem úgy értünk vissza az emberekkel, és ugye ennek meg is lett a bőtje, mert ugye nyilván a Karcag rögtön 2 gólos előnyre tett szert. Aztán így ugye bementünk a fél időbe. Ami a legfontosabb volt, hogy ne veszítsük el a hitünket. Tehát a második félre úgy kellett kijönnünk, hogy tudtuk tudat alatt, hogy 2-0-ra vezet az ellenfél, de ha most mi lehajtott fejjel kijövünk, akkor halálra vagyunk ítélve. Tehát akkor akár egy olyan zakóba is beleszaladhattunk volna, mint a múlt héten, sajnos otthon. Második félre azt mondom, hogy az is olyan vegyes érzéseket táplál bennem, mert 2-0 után hiába próbáltunk meg mi játszani, hiába próbáltunk meg ugye fejbe felvenni azt, hogy van még keresnivalónk. Bevallom őszintén, nem rajtunk múlott, hogy 2-0 volt nagyon sokáig az eredményjelzőn, mert hogyha Karcag jobban összpontosít a helyzet egyik összeállására, akkor szerintem onnan már nem nagyon lett volna nekünk visszaút, de ugye hála Istennek ez nem így sikerült. Rúgtunk egy gyönyörű szabadrúgásgólt, és utána az indított el minket felfelé az emelkedőn, illetve valószínűleg a Karcagot meg a lejtőn, mert visszakerül, nem tudunk most felszabadítani, nekünk akkor ugye tudtuk, hogy van még keresnivalónk, ami ugye bizonyította is a meccs végeredményét, ugye, hogy 2-2 lett, és itt mondom azt, hogy azért vannak felemás érzéseim, hogy még a végén akár azt mondom, hogy a sok kapura lövésünkből, amik lehetett volna pontosabbak, akár a győzelmet is megszerezhettük volna, de hangsúlyozom, hogy a Karcag, hogyha jobban odafigyel a második fél elején, akkor tényleg azt mondom, hogy ők simán nyerték volna a mérkőzést, így azt mondom, hogy talán ez a döntetlen tényleg reálisnak tűnik. Igen, csak érdekes eredményeket produkál a csépai csapat, igen, szinte bárkitől kikaphatnak, és bárkit meg is tudnak venni. Mi kellene az, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen ez a teljesítmény? Most már Szőkének ment a passz, Szőke, ellépi, én azt mondom, hogy Szajolba elhittük azt, hogy van keresnivalónk. Előző mérkőzésen, az otthon, az Újszász elleni mérkőzésen már látszott valami a második fél időben, amit szintén megnyertünk azt a mérkőzést, ott van, hogy elhittük azt, nem hajtottuk le a fejünket, elhittük azt, hogy tudunk nyerni, meg is nyertük a mérkőzést, aztán ezzel az elánnal 90 percet lefutboloztunk Szajolban, és ugye meglett neki az 5-4-es végeredménye a javunkra. Majd ezután jött egy hatalmas zakó, amire szerintem senki nem számított a csapatból, tehát egy első helyzet otthonában nyerni, utána otthon játszunk egy második helyzet Tiszafüreddel. Mindenki azt mondta, vagy azt gondolta, hogy bármi lehet ebből a mérkőzésből. De sajnos akkora egyéni hibákból kaptuk a gólokat, hogy tehát ezt nem bírtuk überelni. Tehát hiába voltunk mi hittel felkészülve, fizikailag felkészülve, az egyéni hibákat nem tud, tehát nem lehet se fizikailag, se hittel kiküszöbölni. És ott már sajnos az első félben eldőlt a mérkőzésnek a kimenetele. Ez így alakult. Most az volt a legnehezebb feladat, hogy egy ekkora zakó után egy hét múlva olyan helyt állni egy olyan csapat otthonába, akit megmondom őszintén, hogy
hogy én sokkal jobban féltem ettől a mérkőzéstől, mint az otthoni Tiszafüred elleni mérkőzéstől. Tehát én ezt tudtam, hogy ez sokkal nehezebb lesz láthatatlanban, mint a füredi otthon, és lásd, mi lett a vége, teljesen máshogy alakultak az eredmények, mint ahogy az ember akár gondolta, vagy számított rá. A következő hetekben még igen nehéz lesz a csapatnak a sorsolása. Ugye a középmezőnyben már szinte, hogy biztos, hogy ott végez a csapat. Milyen célokkal futnak majd ki a pályára? Célunk az, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk a hátralévő meccsek közül. Nem lesz egyszerű nyilván a sorsolásunk, ugye otthon a Miklóst fogadjuk jövő héten, utána kétszer megyünk idegenbe. De persze a célunk az, hogy minél több pontot gyűjtsünk be az elkövetkező mérkőzéseken. Bízunk abban is, hogy esetleg, ha ezeket tudjuk hozni, ugye lásd a mai játékunkkal, illetve nem is azt mondom, hogy a játékkal, bár a játékkal is helyenként meg lehetünk elégedve, a hozzáállással, illetve az eredménnyel, főleg egy múlt hét utáni csorba után. Sajnos igen, tényleg, ahogy mondtad, hogy benne van a csapatban bármi, hogy tényleg képesek vagyunk bárkit megvenni, képesünk bárkitől kikapni. Ez úgy érzem, hogy itt a fejekbe kicsit nem is az, hogy rendet kell tenni, hanem el kell hitetni mindenkivel, illetve azt kell mindenkinek elhinni magáról, hogy egy olyan csapat vagyunk, vagy lehetünk, akik egy hullámosszon mozognak. Mert hogyha az egyik elkezd túlértékeli magát, a másik ugye ezáltal lehet, hogy kevésbé lesz önbizalom, és akkor ez a nem a lelki egyensúly, úgymond, akkor ez kivetheti a csapatnak a teljesítményére. Úgyhogy bízom benne, hogy minél több pontot fogunk elérni. Hogyha egy hónap múlva megkérdez, akkor biztos többet tudok már erről mondani. Sárkány Attilának köszönjük szépen, és gratulálunk a ma megszerzett egy ponthoz. Köszönjük szépen, további sok sikert kívánok a Karcag csapatának. És a nyára pedig jó pihenést kívánok minden együttesnek, a karcegokat is beleértve. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük. Hamar Kunhegyesen csereként jött be a térsérülés szenvedő Kovács Csaba helyére. Már akkor is látszott, hogy ebből akár súlyosabb dolog is lehet. Kocsis mellé feliratkozott a sérült listára. Most kanyarodik a sarokrugás, nem is olyan rosszul oda a rövidre. Orosznak másodjára sikerül kipasszolni, és elsőre úgy tűnt, hogy akár meg lehet még a vonal előtt. Orosz aztán nem szakad meg. Partdobásra cseréli a szögletet a csépa. Egy csel befelé, aztán egy passz. Sikerül kihozni a labdát Kupai, nagyon egyedül. 10 méteres körben körülötte nem volt senki, mozzának már ki rá a védők. Eltolja azonban az első ellenfél mellett. Pontatlan keresztlabda, hamar azonban visszaszerzi, szépen teszi vissza Kupai elé. Most is kellene egy csel. Nem jön, Erdei azonban besegít, és teker, Szőke hatalmas luftot rúg az ötösön, Rózsa azonban ismételhet, ez pedig fölé megy. Szívós, csak a biztosat, Németet választja. Rózsa, ő biztosította be nagy győzelmet egy hete Kunhegyesen, a hajrában volt eredményes. Most is betalálhatott volna, hamar. Most jön a beadás, elmegy a kapu előtt, nem volt veszélytelen. A karcagi csapatnak volt egy komolyabb gólszerzési lehetősége, azonban Szőke luftja után Rózsa sem talált kaput. Így 0-0. Szívós. Szőke, jó a csel. Aztán két emberbe vezeti, ez is egy remek megmozdulás Kupaitól, nagyon sok karcagi középen. Ott van még a labda, és nem sikerül betalálni. Ubai. Visszakerül, nem tudunk most felszabadítani. Mille megcsinál egy lövőcselt, és most fölé engedi Belényesi. Letámad most a karcag, meg is zavarodnak a csépaiak, Szőke,
Kupai talán már lőhetett is volna. Szőke rátekeredik a labdára. Most Rózsa, lapos passz, még egyet tovább, Szívós Gergő is cselez, és aztán becsúszva Modlavéd, nincsen gól. Rendezkedik a karcag. Nem is tudott mit kezdeni most a felállt védelemmel a vendégegyüttes. Szívós. Hamar. Remek összjáték most Szőkével, és négy karcagja 16-osan belül Szőke beleállnak a lövésébe. Ráadásul még ki sem pattan. Újabb nagy helyzet. Fülöp. Lepattan az átadása. Balog most már kicsit szaporázhatná a lépteit. Jó a labda Hamarnak. Szőke. Balog lövésre biztatják, el is ereszti keresztléc. Modla fölé akarta engedni. Azt hitte, hogy nem lesz kaput találó. Égül is nem is lett. De nem a álló öröm múlt. Német. Jó meglátás, Balog még elérheti. Meg is van a vonal előtt, senki sem zavarja, nyugodtan beadhat. Visszateszi azonban Hamarnak, majd ő teker középre. Nincsen fejes, lepattan egy védőről, nincs kezezés. Jöhet a szöglet. Obern hanyat dőlve. Kósza büntetőt reklamáltak középen a karcagiak. Nem voltunk annyira meggyőzőek. Szőke azért még elmondja ő, mit látott. Hamar, most vissza, veszélyes! Meg lehet ismételni a szögletet. Ezt most nem fogjuk elvégezni kicsiben. Kupai figyel Kupaira. Rövidre. Jöhet zsinórban a harmadik. Egyúttal ki is fújhatják magukat a játékosok. Ez a hosszúra. És a változatosság kedvéért újabb szöglet. Most a másik oldalról. Ezt Rózsa végzi el. Azt szokták mondani, a szöglet fél gól. Most már lassan jöhetne az a teljes. Modla öklözése a sorozat végét jelenti. Balog! Kátót nagyon üres a jobb oldalon, nem veszi azonban észre őt senki. Most a passz mehet tovább, és ott a gól, Szőke Róbert találatával 1-0-ra vezet a karcag. Szijjártó. Belényesinek kell jönni. Egyelőre nem volt komoly feladata a kapusnak. Balog. Nagyon gyors. Hamar. Rózsa. Kap egyet a lábára, előszabály, mehet tovább. Kátót. Szőke lekészíti, Erdei ott van a második. Remek gól. Mintaszerű akció. Gyönyörű befejezés. Fülöp. Ott pattom.
most megszelídíteni. Varga, ő meg lő egyet. Könnyed védés Belényesitől. Néha mintha egy-két hangos szó és feszekedés is megjelenne a csépai csapaton belül. Így nehéz lehet visszajönni. Szívós! Szőke, nagyon jó labda Hamarnak, most a lövés! Fölé mellé. Pap! Szívós, hosszú indítás, Modla kint kóvályog, 25 méterre a kaputól. Lehet szeret Bayern meccseket nézni, és Manuel Neuer iklette őt meg. Rózsa nem vesz észre, hamar csak most. Újabb zicser hamar előtt. Most is elrontja. Most legalább már eltalálja a kaput. Vagy a kapust. Steinront. Rózsa, ez az övé lesz. Nagyon jó a csel pap mellett. 3-2 ellen most már. Szőkének ment a passz, Szőke ellépi, most a lövés, kapu fölé. Határ a labda mögött. Négy tagú a sorfal. Hát, hogy Varga lövi el, ő bizony, és egy nagyon nagy gól a bal alsóba. Nyíl egyenesen. Talán védhetetlenül. Remek találat. 2-1-re módosul az állás. És ha már áll a játék, akkor cserélünk is. Csak akkor, ha Kocsondi Bálint észreveszi a dolgot. Majd a szabadrugás után. Rózsa és Szívós a labda mögött. Rózsa lő, Modla boxol. Obernak kapja. Fülöp. Határ, van önbizalom. Nem sikerül azonban eltalálni a kaput. Sokkal gyengébb egyébként a bajnokság, mint tavaly legalábbis az első helyezett teljesítményét, illetve tavaly 70 pont fölött volt az első ennyi kör után, most 50-nel is lehet vezetni. Erdei lő! A kapus öklöz ismét. Most egy picit azért, mintha elszámolta magát Modla. Elcsúszott egy picit. Jó összjáték most Erdei. Rózsának a passz, még mindig ott nincs 11-es. Pedig minthogyha kapott volna egyet a lábára. Határ, belép a védők mögé, és most a lövés, Oberna! Kiegyenlít a csépa, és nem Oberna a gólszerző, hanem a csereként beálló Szőke József. Hideg zuhany a második félidőben a karcagi csapatnak. Belényesi a vonalon várja. Pap! Jó az. Szívós fejéről pattan ki. Varga egyből visszaküldi. Nem baj, hogy nem talált kaput. Nagyon belekapaszkodik. Nagy így sem tud mit kezdeni vele, lehet, hogy utólag egy sárga lapot ezért a belekapaszkodásért kaphat. Fülöp meglő, Belényesi véd. Az őszi 2-2 után könnyen lehet, hogy ma is osztozkodnak a ponton a csapatok. Oberna. Fülöp. Ő is tovább teszi. Most a lövés. Újfent Belényesi hárít. Mindkét együttes szurkolói igencsak szeretnék magukénak tudni a leendő győztes gólt.
Erdei, nagyon gyenge kísérlet,